A kormány rugalmasabbá és versenyképesebbé tette a felsőoktatást az elmúlt években elvégzett átalakításokkal. Ezzel az egyetemek és a gazdaság szereplői közelebb kerültek egymáshoz. Most az egyetemi felvételi is rugalmasabbá vált. A diákok szélesebb palettáról választhatnak. Az egyetemek pedig jobban el tudják dönteni, hogy kikkel kívánnak együtt dolgozni. Gábor. Itt van már a stúdióban Varga Bajusz Veronika, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A felsőoktatási felvételi megújításának sokféle szempontja volt, de talán a legfontosabb az lehet, hogy az egyetemek nagyobb autonómiát kapjanak a válogatásban. Ugye ez volt az egyik legfontosabb kiindulópont. Ez is egy nagyon fontos szempont volt, bizony a rugalmas működéshez azért hozzátartozik az is, hogy maguk az egyetemek jobban meghatározhassák, hogy mégis milyen hallgatókkal kívánnak együtt dolgozni, de másik fontos szempont volt, hogy a diákokkal is egyeztettünk a felvételi eljárásról, megújításáról, és az ő részükről is nyitottság volt egy ilyen rugalmas irányban. Ott annyit kértek még, hogy azért az a központi átláthatósága a rendszernek megmaradhassa. Így úgy jutottuk meg, hogy ezt mindenkinek a szempontjait figyelembe veszi. Emelje ki, legyen szíves, azt a 2-3 legfontosabb pontot, amely most az idei évtől kezdve újdonság a felvételi rendszerben. Az idei évtől a legfontosabb újdonságok, amellett, hogy az 500 pontos rendszert megtartottuk, az egyrészt az intézményi pontok köre, amely 100 pontos többletpontrendszer, csak az a különbséggel a korábbi centralizált megközelítés helyett, hogy maguk az intézmények mondják meg, hogy miért kívánnak többet pontot adni, mit honorálnak plusz pontokkal. Itt a legtöbb helyen az emelt szintű érettségit honorálják, illetve a nyelvtudást, nyelvismeretet is díjazzák többletpontokkal, de van, ahol az önkéntes munkát, térségi szempontokat vesznek figyelembe, szakképzésben való végzettséget. Nagyon széles ez a paletta, amelyről választottak az egyetemek. Februárban van egy fontos határidő, erre talán érdemes kitérnünk, hogy itt azért most már aki érintett, vagy aki szeretne tovább tanulni, valószínűleg már készen áll a beadványokkal, amit majdnem papírokra mutattam, de tulajdonképpen valószínű, hogy nincsenek előtte papírok. Így van. 10 nap van hátra, február 15 a beadási határidő, úgyhogy erre kérjük, hogy mindenki kifejezetten, kiemelten figyeljen. És valóban már a tavalyi évtől a teljes felvételi folyamat elektronikussá vált. Ugye itt az ügyfélkapura szükséges figyelni, hogy az nyilván kell hozzá, de a teljes folyamatot a felvi.hu-n keresztül végre lehet hajtani. Bár, hát jó, az én időmben még ez úgy volt, hogy ezeket az X-eket kellett ilyen kis papírokon behelyezni első helyen, második helyen, harmadik helyen, de hát akkor ennek a világnak vége. Ennek a világnak vége, teljes mértékben elektronikus a folyamat, illetve maga a felvi.hu-t pedig azért érdemes nézni, mert nagyon sok lehetőséget ad arra, hogy a választás az minél célzottabb, minél jobb legyen. Ott van egy pontszámító kalkulátor, amellyel ki lehet sakkozni, hogy milyen lehetőségek vannak mely képzések esetében, illetve van egy szakösszehasonlító is, mert ugye a tavalyi évtől már az is változott, hogy az egyetem mondhatta meg, hogy melyik képzéséhez kér emelt szintűt, vagy középszintű érettségit, és akkor ezeket is végig lehet kalkulálni, hogy hol, milyen feltételekkel lehet elkezdeni a képzést. Két dolog megfigyelhető, és ez tulajdonképpen nem csak Magyarországon tendencia, hanem világszerte, hogy egyrészt, akik belépnek a felsőoktatásba, ők már a végét akarják látni, hogy mire mennek majd azzal a tudással. Tehát nagyon praktikusan kezdenek el arról gondolkodni, hogy az 5-6 év múlva, 4-5-6 év múlva mit kezdenek majd a tudással. A másik pedig, hogy egyre többen vannak. Ugye Magyarországon is tavaly egy nagyon jelentős résztvevő szám emelkedés volt. Így van, tavaly évben közel 127 ezeren nyújtották be a felvételit, és közel 107 ezer hallgató kezdhette meg a tanulmányait szeptembertől, és valóban azt is látjuk, hogy azért egy tudatosabb generáció van jelenleg, akik szeretik előre látni, hogy mégis milyen lehetőségeik vannak. Ez nagyon hasznos tud lenni a diplomán túl honlap, amelyben lehet látni, hogy egy-egy végzettséggel milyen jövőkép rendelkezésre, milyen bérszorzóval, milyen elhelyezkedési lehetőségekkel számolhat a hallgató. És ezt nézik is, tehát hogy látni a statisztikákat, hogy valóban ezek nagyon fontos információk.
információk a felsőoktatásba jelentkezők számára, de ezért 30%-os emelkedés, ami tavaly volt, az mégiscsak egy óriási év per év alapú. Mire számítanak idén? Igen, valóban kiugróan magas volt a tavalyi év, az elmúlt 10 évhez képest is. Azért bízunk abban, hogy idén is a további rugalmas lehetőségek minél többeket megmozgatnak. Azt is láttuk, hogy tavaly a 30 fölöttiek jelentkezése az, ami megduplázódott, tehát aki munka, illetve család mellett vállalta az új diplomát. Nyilván azért se véletlen, mert azért azt is látjuk ezekből a statisztikákból, hogy 42 napos elhelyezkedési idő mellett azért átlagosan 1,7-es bérszorzót jelent a diploma. Úgyhogy bízunk abban, hogy idén is minél többen számítanak, vagy minél többen szeretnének elkezdeni tovább tanulni. A felső oktatásnak az úgynevezett, vagy egy szóval, vagy röviden a versenyképességéről, ha beszélünk a magyar felsőoktatás versenyképességéről, akkor annak egyrészt van objektív mutatói, hogy hol szerepelnek publikációs listák tekintetében, az egyetemi rangsorok tekintetében a magyar egyetemek. Így tehát önnek nem csak tehát most a felvételiről beszélgetünk elsősorban, de önnek sok más összetett feladata is van ezzel kapcsolatban, meg hát az oktatási irányításnak. A következő években egy picit a hosszabb távú tervezésben. Mi a fontos, hogy a felsőoktatás egyre versenyképesebb legyen? Azt tűztük ki célul, hogy 2030-ra legyen egy top 100-as egyetemünk, és 3 Európa legjobb 100 egyeteme között, hogy ez iránt dolgozunk, ebbe az irányba próbáljuk segíteni az egyetemeket, hogy ezeknek a rangsoroknak minél inkább ezen előre tudjanak lépni, és megfeleljenek ezeknek az indikátoroknak, feltételeknek. És ehhez azért talán feltétlenül szükséges, hogy az egyetemek jól tudjanak válogatni, ugye, hogyha visszakanyarodunk a beszélgetésünk elejére, hogy ők mondják meg, hogy igazán kire is van szükségük. Természetesen ez is egy hozzá adott érték, illetve maga a képzésnek a minősége és a képzési teljesítmény az, ami még nagyon fontos kulcsa a versenyképes egyetemnek, de fontos a nemzetközi jelenlét, a nemzetközi esítése is a felsőoktatási intézményeknek. Hát tényleg egy elég széles az a skála, amin folyamatosan játszani kell ahhoz, hogy előre lépjenek. Illetve hát vannak ugye olyan tulajdonképpen, ami hát segíti az önök munkáját, hogy most ősszel 2 Nobel-díjasunk is lett, és ezek az ügyek szintén előre viszik a magyar felsőoktatás ügyét, hát ők is hivatkoznak, meg a laudációban is hivatkoznak mindig az alma materre, az magyarországi egyetemekre. Ez egy jó kiinduló pont. Ez így van, ez egy nagyon nagy siker, ezúttal is nem győzünk elegszer gratulálni a 2 Nobel-díjasunknak, Rausz Ferenc professzor úrnak és Klarikó Katalin professzorasszonynak, és bízunk abban, hogy igen, ezek azok a sikerek, amik segítik elérni a 2030-as céljainkat. Tehát akkor még egyszer csak összegezve, felvi.hu, és akkor ott február 15-ig 10 nap van hátra, február 15-ig kell jelentkezni. És ott minden információ megtalálható. És minden információ elérhető, maga a felület végigkíséri a jelentkezőt, abszolút egyértelműen követhetően, 3+3, tehát összesen 6 helyre lehet beadni, ebből 3 ingyenes, 3 fizetős, de 2000 forint az elenyésző, és kívánom, hogy minél többen próbálják meg ezt az utat, mert maga az egyetem az nem csak egy tudásátadó központ, hanem egy életre szóló élmény is. Így van. Köszönöm szépen. Varga Bajusz Veronika felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár volt a vendégem. Köszönöm szépen.